bosszúálló sasok. Magyar hangok: Juhász Zoltán, Bartók László, Bodrogi Attila, Papucsek Vilmos, Fehér Péter, Hámbertalan, Szinovál Gyula, Tokár Tamás, Maróti Attila. Magyar szöveg: Mészáros Gyöngyi. Gyártásvezető és szinkronrendező: Steiner András. A szinkron a Black Mirror megbízásából készült. Hé, hey, lassabb vagyjál! Hogy hívnak? Mi a neved? Vándor. Ez aztán nem mindennapi. A tiéd? Hazátlan. Ez jó. Tetszik. Mondd csak, merre tartasz? Amerre az út vezet. Nehéz út vár rád. A sivatagon át. Nem ajánlatos egyedül bóklászni errefelé. Tudom. De akkor is mennem kell. Értem, testvér. De a helyedben én nem barangolnék ezen az átkozott helyen, magányosan. Ahogy én látom, már jó néhány napja vándorolhatsz, étlen szomjan. Már vagy 3-4 napja. Várj, hozok valamit enni.
Megáll! Ki van ott? Négy állatóból mérgezett a vize. Visszaadom. Az ételt és a vizet. Hozzá sem nyúltam. Azért jöttél, hogy letartóztass? Nem. A kinézeted alapján nem hiszem, hogy utazgató üzletember vagy. Akkor talán ártottam neked valamikor a múltban? Ez már sok. Hálátlan kutya. Ott hagytál a sántalóval. Meg akarsz ölni? Miért gyűlölsz ennyire? Legalább azt értékelhetnéd, hogy megmentettem a szánalmas életedet. Olcsd el! Miért? Nem állhatom a fényt. Pedig el kell viselned. Elmesélek valamit. Az éjszaka közepén születtem. Ezért a családom az összes lámpát meggyújtotta az üdvözlésemre. Gyerekkoromban nagyon kedveltem a fényt. És gyakran sírtam a sötétben, aminek a drága szüleim egyáltalán nem örültek. Ne! Állj! Micsoda remek mutatvány! Lenyűgöző! Nagyon kedves vagy. Ez minden tudományom. Mit szólnál hozzá, hogyha békét kötnénk? Barátom! Minket a sors hozott össze ezen a kopárföldön. Ostobaság! Nincs miről beszélnünk! Fogd a lovad, és tűnj el innen! Te nagyon kegyetlen vagy, hiszen sötét van odakint. Még eltévedek. Hogy mehetnék el? Ez nem az én gondom. Miért haragszol rám ennyire? Talán csak el tudsz viselni holnap reggelig. Még akkor is, ha fáklyát gyújtok. Holnap pedig korán elmegyek. Vajon miért nem árulja el a nevét? Ó, remek! Ez biztosan a teve karaván. Várj! Mi baj van? Maradj! Barátom, ha nem akarod, hogy vér szennyezze be a ruhádat, még nem késő elmenni. Vér? Kinek a vére? Csikmingszing, gyere és nézz szembe a halállal! És a cinkosod is! Mi? Cinkos? Ha te vagy Csikmingszing, akkor én vagyok a cinkosod. Én vagyok Csikmingszing. Szóval akkor ezek elől menekülsz.
Ne aggódj! Gondom lesz rád, a legszebb, legerősebb, legdrágább koporsót veszem meg neked. Mondd csak meg, milyen címre küldjem a holttestedet? A mozdulatot a rohadék szaltójának hívják. A felébe! Fivéreim, hagyjátok életben, kérlek! Az a mi halálos ítéletünk lenne. Kíváncsi vagyok, hogy kell ezt használni. Te szemét! Miért ütöttél meg ott? Csak mert nem tetszik az a rusnyaképed. Fel a harcot! Soha! Csak ha eljössz bocsánatot kérni a mestertől! Nem tehetem! Hung testvé! A fivérem vagy! Hosszú évek óta, úgyhogy ne kényszeríts, hogy megöljelek! Ne nevettes! Gyáva vagy te ahhoz! A mesternek mindegy, hogy élve vagy holtan viszünk-e téged vissza! Ha mi nem járunk sikerrel, újabb üldöző csapatot küld utánad! A cinkosod sem segíthet! Tao-san, a szárnyaló sas! Fogalmad sincs, mennyire fáj ez, te átok fajzat! Azt viszont tudom, mennyire fog fájni az, amit most kapsz! Yeah!
fiért ölted meg. Na? Ő támadott először. Önvédelem volt. De a lényeg az, hogy szükséged van a segítségemre. Hé, hey, nézd csak, mit szereztem a barátodtól. Nem volt jogod hozzá. Nehéz a helyes dolgot cselekedni. Gyilkos képed van. Biztosan sok embert megöltél. Nem emlékszem. De arra igen, hány asszonnyal voltam. Ma 3 embert öltél meg. Csak 2. Egy a te műved volt. Kontármunka. Beszéljünk őszintén. Miért akarsz letartóztatni? Ó, szóval azt gondolod rólam, hogy az aljas fejvadászok közé tartozom. Jegyezd meg. Számomra nem vonzó az ilyesféle kenyérkereset. Mi más okod lenne rá, hogy kövess? Hm? Oh. Mit akarsz? Tökfej! Hagyj békén! Fejezd be végre a kételkedést. Csak egy egyszerű csavargó vagyok. Ha barátom akarsz lenni, rendben, de ha nem, úgy is jó. Én úgy látom, a te helyzetedben szükséged van egy jó barátra. Rendben. Ideiglenesen a barátom már fogadott. Lekötelezel. Viszont még mindig nem árultad el, hogy kicsoda vagy. A rejtélyek megoldásának is megvan a maga ideje, nem igaz? De igen. Menjünk. Te, miért vadászik rád a vashajó banda? Elég hosszú történet. Nincs más dolgom. Ha elmeséled, meghallgatom. A vashajó banda. Egy veszedelmes bűn szövetkezett. A tagoknak sok gaztet szárad a lelkén. A banda feje Yoshi Hung, aki egyben a 13 sas mestere. Kegyetlen, durva, érzéketlen. Ő nevelte a sasokat tökéletes fegyverekké. A ragaszkodás nem szerepel a szótárában. Ha a tagok valamelyike akár csak egy halvány jelét is adja baráti érzelmeknek, verést kap. A sasoknak nincsenek önálló gondolataik vagy érzéseik. Yoshi Hung abszolút engedelmességet követel. Árva gyerek voltam. 7 éves koromban eladtak a bandának. Minden elképzelhető rossz dolgot megtettem, és érzéketlenné váltam a durvasággal szemben. Már nem emlékszem, hányan voltunk, amikor oda kerültem. Az évek során a gyávákat, az engedetleneket, a melegszívűeket és az ügyetleneket mind megölték. Csak 13-an van. A 13 sas? Igen, ők. De már csak 9-en élnek közülük. Hát ez roppant érdekes kis mese volt, barátom. Ez nem mese. Szörnyű dolgokat követtem el életem során, csak azért, mert Yoshi Hung játékszere voltam. Nem erészelj gúnyolódni. Szerintem nem volt okod ellene fordulni. Belefáradtam a gyilkolásba. Nem hiszek neked. Azt mondtad, a 13 sast tökéletes, jól működő fegyverekké nevelte, mintha csak a saját kardját akarta volna meghosszabbítani. De vajon vannak-e a gyilkos fegyvereknek lázadásra ösztönző gondolatai? A fegyverek nem lázadnak. De Yoshi Hung elfelejtett valamit. Én még mindig emberi lény vagyok. Na, hogy ember vagy. De még inkább utonálló. De miért nem hiszed, hogy belefáradtam az öldöklésbe? Igenis komoly okom volt. A lázadásra. Egy nap Yoshi Hung összehívta a 13 sast tanácskozásra. Mind oda siettünk. Fiaim! Mester! Jó egészséget és szerencsés életet kívánunk önnek, mindannyian! Remek! Épp most kaptam a hírt, hogy a déli területek őrcsapatai fogják őrizni a következő császári kínszállítmányt, melyben felbecsülhetetlen értékű vörös tengeri ginzenk is lesz. Néhány napon belül a szállítmány eléri az elhagyott Yufai várost. Most már értitek, miért hívtalak össze benneteket? Igen! Mester!
semmi sem lehetetlen, amit ön kíván tőlük. Jól beszélsz. Sem Isten, sem ember nem állhat az utunkba. Helyes, fiam! A vashajó banda erős és legyőzhetetlen. Hamarosan mi fogjuk uralni az egész vidéket, és dúskálni fogunk a javakban. Aggódom azonban, mert az őrség nagy létszámú lesz, a vezetőjük pedig Tao de Biu az aranyláncsa. Mester, megbízhat bennünk. Mindannyian számos csatában részt vettünk már, de sosem szenvedtünk vereséget. Ez a beszéd, fiam. Rendben! Készüljetek fel az indulásra! Csak a 13 sas! Az a vén tolvaj! Josi Hung is itt van? A mester nem verekszik silány játékbabákkal. Őt hagyjátok rám! Ti kapjátok el a többi gazember, gyerünk! Igen, igen is! Let's go.
Gyorsan utánuk! Zhang, igen, ez a családnevünk. Aha. Uram, még nem kelhet fel. Feküdjön vissza. Azonnal szólok a családnak. Magához tért. Felkelt? Remek. Menjünk, üdvözöljük. Remek. Mama! Gyere velem. Na látjátok, mondtam, hogy erős, és magához fog térni. Ne keljen fel, maradjon csak, kérem. Maradjon csak az ágyban. 3 nap és 3 éjjel öntudatlan volt. Hazafelé jövet találtam önre az erdőben. Örökre az adóse vagyok, amiért megmentette az életemet. Szóra sem érdemes. Hogyan sebesült meg? Úton állók bekerítettek, és megtámadtak. De elengedtek. Értem. Megtudhatom a nevét? Chung Jaran. Ah. És az ön neve? Zhang Shunkwai. Örvendek. Ő az édesanyám. Ő a feleségem. Asszonyom. És ő a húgom, Shufung. Kisasszony. Kérem, érezze magát otthon a házamban. Köszönöm. Jobbulást kívánok. Nagyon késő van. Miért nem alszik? A múlton gondolkodom. Önfejű voltam. Indulatos, erőszakos. Borzalmas dolgokat követtem el. Elmondhatatlan dolgokat. Az elmúlt 2 hónapban barátságos, kedves arcok vettek körül. Életemben először éreztem, milyen szerető családban élni. Gyerekkoromban soha nem volt ilyesmiben részem. Sosem fogom elfeledni önöket. Kisasszony, úgy gondolja, gyilkos vagyok? Igen, úgy gondolom. Hogyan? Hiszen, ha nem gyilkolt meg senkit, miért akarták volna megölni? És nem fél tőlem? Nem. Hiszem, hogy soha többé nem fog gyilkolni. Kisasszony, akarja tudni, milyen ember voltam régen? Csak az számít, hogy most már tudja, hogyan kell.
tisztességesen élni. Tisztességesen? Igen. Ne felejts el, hogyan kell tisztességesen élni. Mester! Igen? Mi történt? Mesterem, eljött a bosszú ideje. Jelin? Igenis. Sikerült megtalálnod? Igen. Vandár rájött, hol bujkál Vangán. A déli faluban van, Tajrán közelében. Vangán. Vangán. Azt hittem, már sosem találok rád. Két teljes évig szenvedtem a fogságodban. De most végre bosszút állhatok. Minden egyes percért. Mester, azonnal útnak indulunk, és elhozzuk neked Vangánt. Parancsolj velünk! Helyes! Hozzátok el, élve vagy halva! Mester! Mester! Csikminsing visszajött! Micsoda? Csik visszajött! Mester! Fiam! Mester, visszajöttem. Örülök, hogy látlak. Szomorú öreg szívem végre megnyugodhat. A többiek hetekig hiába kerestek, úgyhogy azt hittem, elfogtak és bebörtönöztek. Hogy gondolhatta? Hiszen azt tanította. Soha ne sodorjuk veszélybe a társainkat. Inkább meghalnék, mint hogy élve elkapjanak. Fiam, megfogadtam, hogy a zsákmány addig a pincében marad, addig nem nyúlok hozzá, amíg vissza nem térsz. Hálás vagyok, hogy gondolt rám. Elvesztetted? Nem. Akkor hol van? Miért nem látom rajtad? Mester! A saját két kezemmel készítettem azt a 13 ezüstmedált. Az életednek, a testvéreidnek. És az egész vashajó bandának a szimbóluma! Mester! És az én szimbólumom is! Mégis elfelejtetted! Soha nem merném. Nem mernéd. Szándékosan engedetlen voltál! Mester, most... Mester, tudom, hogy hibáztam. Mester! Fájtlat rá! Csik? Igenis. Hadd kérdezzek valamit. Hányat öltetek meg a négy Jiangnan fejvadász közül, akikről gyakran beszélek? Hármat. Melyikük van még életben? Wang An, az ördög követe. Ez alkalommal. Tényleg látni fogod az ördöget? Wang An jó harcos. Ezért keményen kell majd küzdenünk. Ha megöljük, a mester megjutalmaz minket. Fivéreim, ha végeztünk a feladattal, szeretném meglátogatni egy barátomat. Megengeded, hogy később térjek vissza? Nőről van szó, mi? Csík beleszeretett valakibe. Fivérem, Wang An itt, ebben a völgyben bujkál. Állj! Várjatok, ez tévedés. Ebben a völgyben csak egy család lakik, senki más. Mit keresünk itt? Egyáltalán nem tévedés. Nemrégiben erre jártam, és láttam Wang Ant kijönni ebből a házból. Egyedül voltam, így alaposan meg tudtam figyelni.
Fivéreim, várjatok! Biztosan tévedtek! Ez nem az ő háza! Jé! Vangan, gyere elő! Gyere be gyorsan! Gyertek be a házba! Ne! Várjatok! Kérlek! Ne üljétek meg! Ő nem Vangan! Megmentette az életemet! A neve Zhang Chunkwai! Honnan tudod? Hiszen még nem is láttad. Én viszont igen. Ő Vangan! Igen. Én vagyok Vangan. Hiszem, hogy soha többé nem fog gyilkolni. Szóval ez a nő a szerelmed. Nem rossz. Rajta csík. Mondd el neki, miért jöttél. Fivérem, miért fontos ez? Inkább intézzük el a feladatot, amiért a mester ide küldött minket. Végezzünk velük! Ne tegyétek! Bocsásson meg! Tűnj innen! Bátyám! Csik, megőrültél? Fivérem! Miért kell megölnünk mindenkit? Könyörgök! Engedd el őt! A mester azt mondta, senkit se hagyjunk életben. Magad is hallottad. Kisasszony! Mit hallok? Nem vágtad le? Vangan fejét! Képtelen voltam megtenni. Hogy merészesz érzésekről beszélni? Talán arra tanítottalak, hogy megbocsátó légy! Mester, hallgasson meg! Hallgass! Az engedetlenségedért 72 korbácsütés jár. Nem egyszer láttad, hogyan büntettem meg a társaidat. Nyilvánvaló, hogy szándékosan látsz a szellemem. Sosem tennék ilyet. Bocsásson meg. Rendben. De mindegyiküket le kell győznöd. Különben kegyetlenül megbüntetlek. Mester! Támadás! Csik! Tévedtem! Ah!
igenis. Tévedtem. Elismered, hogy hibáztál? Nem hiszem, hogy komolyan gondolod. Elárultál engem. Nagyot tévedtem. Elég! Kínozzátok meg! Értem, testvér. Szóval ekkor lett eleged a gyilkolásból, igaz? Igen. Ezek az események késztettek arra, hogy feladjam korábbi életemet, és elhagyjam a vashajó bandát, és Yossi Hungot. Szerintem nem. Azért változtál meg, mert beleszerettél a lányba. Ha nem kötődtél volna hozzá, lehet, hogy még mindig hírhet gazember lennél. Rendben. A sivatag már mögöttünk van. Miért nem fordulsz vissza? Én ráérek. Viszont az üldözőid hamarosan utolérnek. Úgy látom, már napok óta halottak. A fenébe, ez biztosan csíkműve. Kapjuk el! Barátom, hallgass rám, és fordulj vissza. Nem menekülhetsz örökké. Oda néz, szorosan a nyomunkban vannak. Ha együtt maradunk, meg tudjuk osztani az erejüket. És így még inkább az adósod lennél. Gyerünk! Csíkmingszing, áruló vagy. Még a saját fivéreidnek sem kegyelmezel. Ti sem vagytok elnézőek velem. Elég nehéz volt megtalálni ezt a földet, ahol a sírotok lesz majd. Remélem, tetszik. Yeah.
Chikmin Singh, tudom, okosnak tartod magad. De most csapdába estél. A fegyvered semmit sem ír a fák között. Ne félj! Nem foglak megölni. Élve viszlek a mester elé. Próbáld meg! Várjatok! Mutatok valamit. Dupla penge! Ezekkel aztán nem könnyű szót érteni. Milyen fegyvert használtál ellenük? Nem nyilvánvaló? Fejszét. Fejszét? Nem faggatlak. Felkelve a mennyei hegyek mögül, a hold a felhős tenger fölött jár, és a messziről jött szél a Jáde kapuvárát ostromolja. A kínai sereg katonái menetelnek az úton, miközben tatár csapatok figyelik őket. A hatalmas gazdag birodalom elküldte összes vitézharcosát. A katonák sóvárogva tekintenek vissza, és az otthonukra gondolnak nehéz szívvel, és hátrahagyott szeretteikre, akik sóhajtozva forgolódnak. Barátom! Miért lett egyszerre olyan nehéz a szíved? Mi ez a hirtelen változás? Tudod, ez a fájdalmasan szép vers kifejezi az otthonuktól messze járók érzéseit. Akik már nem térhetnek haza. Látod, nekem még rosszabb, hisz egyáltalán nincs otthonom. Szóval igazam volt. Nem vagy hétköznapi. És rengeteg gyűlölet van benned, igaz? Igen. Eltölt a gyűlölet. Egy elvetemült gonosztevőre vadászom. Milyen ironikus. Én menekülök az ellenségeim elől, te pedig kutatsz a tiéd után. Hé! Hey! A bolondját járatod velem? Talán... úgy nézek ki, mint aki tréfál? Szükséged van segítségre? Nincs. Boldogulok egyedül is. De a te jövőd sötétnek tűnik. Árulj el valamit.
miután megölted Yossi Hungot. Újra szervezed a bandát, és te leszel a főnök? Toborzol új gyilkosokat, akik téged szolgálnak majd? Nincs ilyen tervem. Egy valakit viszont mindenképp meg kell találnom. Keresel valakit? Megesküdtem, hogy mindenképpen az ő keze által fogok meghalni. Szörnyű dolgot tettem ellene. Ki ez az ember? Sema Sunweye, Chu Kifan. Ismered őt? Nem én. Mesélj róla. Sema Sun a harcművészetek mestere, és a bűnözők nagy ellensége. Egyszer megakadályozta, hogy elvegyék a hivatalnokok fizetését. És ezzel magára haragította. Yossi Hung pedig bosszút állt. Apám! Kegyelmez! Kegyelmez! Mi az? Ellágyultál? Apám! Férjem! Anyám! 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 Yossi Hung, te gazember! Ne hidd, hogy győztél, megátkozlak! Megátkozlak, mert megölted a családomat! Borzalmas alát fogsz halni! De az biztos, hogy nem a te kezeid által! Készülj fel, mert minden erődre szükséged lesz a pokolban! Ez az asszony Sema Sun lánya. Chu Kifan, a dupla penge felesége. Ő az utolsó, végezz vele! Kérem, hagyjon életben! Kegyelmezzen nekem! Csak amíg megszülöm a gyermekemet! Tökéletes! Chu Kifan nem tudjuk megölni, mert nincs itt. De megteszi helyette a kölyke is! Chick, tedd a dolgot! De mester! Gyermeket van. Mit kell hallanom? Valamikor örömmel gyilkoltál és raboltál. Most pedig senkit sem vagy hajlandó megölni? Tudom már. Még mindig gyűlölsz, amiért megöltem Vangát, nem igaz? Akkor csináld! Mire vársz? Öld meg! Rendben. Megteszem. A férjem véres bosszút fog állni, értem? Hogy képes megölni egy várandós asszonyt? Kérem, maradj, ne tegyél! Nem ölhet meg! Nincs mit tenni. Nem tehetek semmit. Készüljön fel! Gyorsan vége lesz. Gyerünk! Te ölted meg. Nem volt más választásom. Mert még nem akartam meghalni. Sema Sun családja sem akart meghalni. Életben kellett maradnom, hogy megölhessem Yossi Hungot. És azt hiszed, hogy egyedül sikerülni fog? Jól tudom, hogy szinte lehetetlen. De sikerülnie kell. Vigyázz! Tartsd észben, barátom, hogy mindig mellette van Lin Jinming,
és Fanlun. Rajtuk kívül ott van még Yenlin a kesejű, és Vanda a kéksas. Valamint Shukao Sing a bagoly. Úgy hallottam, hogy a 13 sas közül Yenlin a kesejű a legügyesebb harcos. Míg kéksas a második. A harmadik pedig te vagy. Chikming-Sing, a fekete sas. Meglepően jól ismered a vashajóbanda tagjait. Nem lesz könnyű dolgod, ha egyedül akarsz végezni velük. Ha túl akarod élni, Chik, fogadj el társadnak. Barátom, minket semmi sem köt össze. Mégis már kétszer kisegítettél, bár semmit sem kaptál cserébe. De akkor miért? Miért tettem? Az bizony nem érdekes. Akkor elárulnád végre a neved? Újra csak annyit tudok mondani. Hazátlan. Hagyjuk. Nem firtatom. Üldöz minket a bal szerencse. Az első csapat már két hete elment, és a második is elindult 10 napja. Miért nincs hír felőlük? Rejtély! Chik nem elég bátor ahhoz, hogy tengerre szálljon, mivel az a mi felségterületünk. A városba is küldtünk felderítő csapatokat, és a császári sereg is nagy erőkkel vadászik rá. Ezért is feltételeztük, hogy a sivatag felé vette az irányt menekülés közben. De... Fivérem, képtelenség, hogy Chik egyedül legyőzzön egy egész csapatot. Vigyázz! Ne becsüld őt alá! Hiszen jó harcos. És nagyon eszes is. Nem véletlen, hogy a mester őt választotta. Azonban alaposan félreismerte, hiszen földázott ellene. Így a mester közülünk választ majd. Elég! Abba hagyni! Egy órányira van egy poros kisváros. Azon túl csak a kietlen sivatag. Holnap felderítjük. Hé! Hey! Uram! Gazdám! Gazdám! Vendég érkezett! Végre ennyi idő után! Erre parancsoljon! Meg akarom venni a fogadót. Ennyi elég lesz? Nem adhatom el, hiszen ebből élek. Nem tehetik ezt velem. Mondd csak! Tudsz olyan gyorsan futni, mint a nyúl? Uram, a nyúl gyorsabb természetesen. Keményebb a fejed az asztalnál. Kérem, uram, mit óhajt én tőlem? Takarodj innen most rögtön! Igenis. Olyan sebesen, mint a nyúl. Igenis. Vagy szétverem azt a kemény fejedet. Várj! Ne felejtsd itt az ezüstöt. Jól jöhet, ha szállást keresel. Úgy egy hónap múlva gyere vissza. Igenis. Lehet, hogy találsz majd néhány holttestet. Holttesteket, uram? Temesd el majd őket, kérlek. Igen, uram. Menjünk. Várjatok. Hagyjátok itt a ruháitokat. A ruháinkat, uram? Hát közben. Uram! Tehát pincérnek öltözve akarod lépre csalni őket. Igen. Ez az utolsó fogadó a sivatag előtt. Ha utánad akarnak menni, itt kell majd megszállniuk. Nem fogod ilyen könnyen megtéveszteni őket. Tévedsz. Minél okosabb valaki, annál könnyen megtéveszteni. Mert túlságosan is bízik a saját ravasságában.
Még mindig itt vagytok? Nem, 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 megyünk, már megyünk. Itt sem vagyunk. Hé! Hey. Egyenként kell majd végeznünk velük. Egyetértek. Adj enni! Jó napot, uraim! Végre vendégek! Már is jövök! Kérem, uraim! Foglaljanak helyet! Manapság ritka matár a vendég errefelé! Ez az, igen! Ez, hogy elvegye az útporát, ez pedig, hogy elűzze a fáradtságot. Ez pedig, hogy enyhítse a szomját. Parancsol? Beszédem van a gazdán. Igen, uram, én vagyok itt a tulaj, és a pincér is. Én csinálok ebben a fogadóban mindent, teljesen egyedül. Csak mondja meg, hogy mire van szüksége. Készíts egy havi élelmet, három ember. Igenis. Gyere vissza. Mondd csak, láttál nem régiben két csapatot? A sivatag felé tartani, lóháton? Hadd gondolkozzam. Azt mondja, hogy igen. Megvan, emlékszem. Járt erre egy félszemű úriember, aki rendkívül bőkezűen bánt a pénzével. Eltöri a karomat! Hallgass! Azt mondd meg, láttál egy 27 év körüli fekete ruhás férfit, akinek furcsa fegyver volt? Így nem tudok beszélni, kérem, előbb engedjen el, kérem, kérem. Beszélj! Igenis, már az előző csapat is. Kérdezősködött erről az emberről. Én mondtam nekik, de nem hittek nekem. És nekivágtak a sivatagnak, hogy megkeressék. Mit nem hittek el? Azt, hogy a fekete ruhás ember odafent segített nekem a mosogatásban és egyéb teendőkben. Nem hittek nekem. Lehetetlen. Tényleg itt dolgoznak? Kizárt. Ő nem végezne ilyen munkát. Hogy néz ki az az ember? Átlagos kinézetű. 30 év alatti, fekete, kopott gúnyában. Ne engedjék, hogy megtévessze önöket, hogy milyen nagy darab. Lusta és sokat eszik. Csak púpa hátamon. És a lábával is van valami baj. Lássuk csak, igen, a bal lábával. Így jár. Látjátok? Így. Erősen sántít. Így. 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 Komoly gond lehet a lábával. Elég. Igen. Fivére? Igen? Menj fel és nézz körül. Megyek. Kérem, uram, most már elmehetek? Mely? Készítek önöknek vacsorát és bort. Azonnal hozom. Rögtön itt vagyok. Parancsoljon. Erre kérem. Tessék csak. Állj fel! Gyerünk! Kék sas testvér! Egy megvan. Jélinnel és Vandával nem lesz könnyű. Állítsunk csapdát! Kockázatos. Gyorsan kell végeznünk az elsővel, különben... Akkor rajta. Maradj itt. Én majd. Légy óvatos. Jélin gyilkos gyűrűje nagyon veszélyes. A fejével pedig egy sziklát is porrá tudsz úzni. Jövök már! Íme az étel és a bor. Az urak barátja azt mondta, hogy a konyhában dolgozó nagy darab fickó egyáltalán nem az, akit keresnek. Elment az árnyékszékre, mert szólította a természet. De nem baj.
annál többet fog enni, tudják. Nálunk az a szabály, hogy a legfinomabb bor a messziről jött utazóknak jár. A vendégeim rá. Jó étvágyat! Egészségünkre! Egészségünkre! Pincér! Igen, uram? Merre van az árnyék? A konyha mögött, odafent. Fivére, menj és nézz körül. A konyha mögött rögtön megtalálja. Remek kis késem van. Egyet értesz? Kutya, mennyit fizetett neked az áruló? Engem nem lehet megvenni. Akkor mit akarsz? Disznókat ölni. Már nem tud válaszolni, ahogyan segíteni sem. Csük! Hiába öltök meg engem! A mester elől úgysem menekülhetsz. Nem akarok menekülni. Meg akarom ölni. Hé, barátom! Ne beszélj túl sokat, mert még a végén ellágyulsz, és nem lesz erőd megölni a patkányt. Ki vagyok? Engedj! Csak egyszer mondom el, nagyon figyelj! Csukhi Fan vagyok! Fivére! Átkozott ostoba fajankók! Még mindig semmi hírt nem hoztatok az árulóról! Hamarosan elérjük a banda főhadiszállását. Ugye tisztában vagy vele, hogy Yoshi-hung milyen jó harcos? Ráadásul két testőre is van, szürke sólyom és barna sólyom. Kemény harc lesz, ezért szerintem jobb lenne, ha te inkább... Ha én inkább mi? Elmenekülnék, igaz? Igen. Mondd csak, te nem félsz a haláltól? A haláltól. Attól mindenki fél. A lényeg, hogy legyen miért meghalni. Túl sok gaztettet követtem el életemben. Remélem, hogy a halálommal jóvá teszem a bűneimet. Örülnék, ha életben maradhatnék. De ha meg kell halnom, békésen fogok elmenni. Nagy segítség voltál utamon. Nem egyszer az életemet is megmentetted. Nem akarlak ebbe belerángatni. Csik Ming Sing!
Én nem önzetlenül segítettem. Talán az ellenséged vagyok. Ezt hogy érted? Ne értsd félre. Csak azt mondom, hogy ezen a világon semmi sem biztos. Ez általános igazság. A te ellenséged. Talán az én ellenségem is. És szívességet tettél nekem. Roppant bonyolult a kapcsolatunk. Inkább egyszerű. Egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Kölcsönösen szükségünk van segítségre. A te ellenséged Yossi-Hung, az enyém a vashajó banda. Ártottak neked valamit? A törvényen kívül igaz embereket üldözik. És nem feltétlenül bosszúból. Hidd el, az a legjobb mindkettőnknek. Ha egyesítjük erőinket. Ez a legjobb megoldás. Az árulók sosem változnak meg. Miért kellett megölnöd a derék Yinlint? Miért jöttél vissza? Miért nem menekültél el? Hát mit akarsz még tőlem? Nem nyugszom, amíg meg nem öllek. Ez az ember talán veled akar menni a halálba? Tévedsz. Inkább megásom a sírodat. Hadd látom. Találkoztunk. Dupla penge, Jackie Fan. Örvendek. Csík, fiam, nem vagy valami jó emberismerő. Az esküt ellenségeddel álltál össze. Biztos halál vár rád. Nem értem. Miért nem öltél már meg, hogy bosszút állhass? A halott feleségedért. Mert tudni akarom az igazságot. A családom halálával kapcsolatban. Hiszen már elmeséltem. Miért hagytál eddig életben? Azért, mert együttes erővel kell legyőznünk közös ellenségünket, Yossi-Hungot! Rendben. Legyen hát! Yossi-Hung! Te mindig kiirtottad az ellenségeidet. De én, dupla penge, életben maradtam. Ezért most, végre, ütött az órád!
Ti aztán igazán hatékonyan egyesítettétek az erőtöket, de mégsem biztos, hogy győzni fogtak. Csikfiam, választanod kell élet és halál között. Íme az ajánlatom. Segíts legyőzni a hazug gazember Csukifant. És elfelejtem, ami a múltban történt. Csukifan, arra akarod felhasználni a fiamat, hogy segítsen neked megszabadulni tőlem? És ez megvan, megölöd őt is? Csíkfiam, téged rászedtek. Biztosan tudod, hogy engem nem olyan könnyű legyőzni. Mindent megpróbáltál, de végül úgy is meghalsz majd. Hallgass rám, fiam! Csukifanban nem lehet megbízni! Csik, kérlek, segíts nekem legyőzni őt! Vagy talán attól félsz, hogy a fegyvered nem veheti fel a harcot dupla pengével? Ne hagyd, hogy megzavarjon! Bíznod kell bennem! Én öltem meg a 12 sast! Hallottam! És akkor mi van?
Ráadásul... Nem is egyedül ölted meg őket. Nincs gyermekem, és a banda egész vagyonát rád hagyom egy napon. Ha most segítesz nekem! Csik! Értsd meg! Ha egymásnak esünk, ő fog győzni! Nem bízom önben. Gyermekkorod óta velem voltál. Megmásítottam a szavam. Hazudtam neked valaha is. Mester, esküdjön meg, hogy igazat mond. Esküszöm! Csukifan! Ő ölte meg a várandós feleségedet. Itt az alkalom, hogy basszút állj! Kutya! Miattad haltak meg a szeretteim! Barátom, nem tudok megváltozni. Inkább választom a hitvány életet. Mint a tisztességes halál! Végezz vele! Segíts! Jussziung, az elmúlt 20 évben tanúsított kegyetlenséged mind kárba veszett. Lehet valakit a saját elveit szerint nevelni, de képtelenség irányítani a szívét. Végre megértettem ezt, és most már képes vagyok különbséget tenni jó és rossz között. Csukifan, állj bosszút!
A feleséged gyilkosa még mindig életben van. Az ellenségeim mind halottak. Megesküdtem, hogy a te kezed által fogok meghalni. Ha nem ölsz meg, a feleséged lelke sosem nyugodhat békében.